a hangmérnök úr, aki közölt, hogy leütötted a mikroportot, és mit csináltál? Hogy fogalmaztál? Terjegettem. Mit jelent az a terjegetni? Az, hogy tereget, azt értem, hogy a ruhát kiteregettem. De itt most nincsen semmi ruha, se akasztó, igazából, se szárító. Amikor a kezünkkel gesztikulálunk, tehát... Ez a terjegetés? Igen, így van. Ma is tanultam valamit. Na ugye. Ezt kaptam a te Mikulásodtól. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyébként ti honnan származtok? Szombathelyről? Szombathelyről. Mind a hárman. Mind a hárman. Vas megyéből. Én ezt sem mondom, de amúgy igen. Hát Vas megyének mondják azt ott egyébként, nem? A szombathelyek. Sokan beszélnek így, igen. De te nem. Nem, én nem. Megtanultam gyerekként, hogy az S betű. Na, ha már a gyerekkorodról beszélünk, akkor azt áruld el nekem, hogy mikor kerültél kapcsolatba a zenével, mióta énekelsz? Te igazából a zenével már nagyon korán kapcsolatba kerültem, mert általános iskolába is zenei tagozatos voltam, ahol kötelezően választanunk kellett egy hangszert is, úgyhogy én 6 évig hegedültem. Aztán ez nagyon jó. Nem szerettem akkoriban, mert én mindig is zongorázni szerettem volna, de mivel nem kaptam zongorát, a hegedűt megadták a zeneiskolában, így maradt a hegedű. Aztán ezek után... 16 éves korom után, inkább 17-18 környékén énektanárhoz is mentem, mert mindig is énekelni szerettem volna. Hát akkor ez még így annyira nem jött össze, de aztán nem sokkal később ismerkedtem meg Nikékkel. Az mit jelentett, hogy nem jött össze a zenekar vagy a zenetanárhoz való járás? Az az igazság, hogy az ember fiatalon meg főleg nem tudja, hogy hova forduljon. Tehát az, hogy most elmegyünk egy énektanárhoz, az csak egy dolog, tehát mindenki tanul dobolni, de nem biztos, hogy híres dobos lesz belőle, vagy éppen mint én, hogy énekelni. Tehát ez nem olyan, hogy egy apró hirdetésbe énekesnőt keresnek, és akkor majd én meg pont rájuk találok. Tisztán, lehet, hogy feladok egyszer egy ilyen hirdetést, hogy énekesnőt keresek, ezt egy újságban kinyomtatják, és aztán utána lehet, hogy tódulni fognak lehet, a tehetségek. Hogy így van, de 15 évvel ezelőtt meg aztán főleg nem volt még ennyire elterjedt az internet sem. Úgyhogy... Képzeld el, hogy a 9. helyen álló dalhoz az énekeseket én nem itt találtam, nem a próhirdetés útján, hanem egy buli útján, képzeld el. Voltunk együtt egy fesztiválon, együtt bulisztunk, és aztán utána megkérdeztem az egyik srácot, hogy énekelne a dalomon. És azt mondta, hogy nem. Aztán kiúzonodott, és végül igen mondott. Ez a Cloud 9 Plusznak az énekese, Szivák Zsolt, aki MC Kevonnal közösen az én zenémen rappelnek, tátognak, imitálnak, különböző hangokat adnak ki a torkukból. És milyen jól tett. Meghallgatjuk a Take Me-t a 9. helyről? Hallgassuk meg. Hála Istennek. Na és akkor most kihez fordultál? Tehát elmentél tulajdonképpen egy ilyen pályaválasztási tanácsadóhoz, leültél és azt mondtad neki, hogy hely Dunáról, fúj a szél, szegény ember, meddig él, hova menjek most én? Hát ez nagyon szép lett, nagyon szép hangod van egyébként. Ugye? Igen, neked is. Végre megláttad bennem a tehetséget? Igen, az X-et talán, vagy nem tudom, valami. Na, az másik csatorna, az igazi tehetségek itt vannak a zenebutikon. Rendben. Jó, ezt most már tanulod meg. Jó. Tehát hova mentél? Tehát a zeneiskolának a kis ajtaján volt egy hirdetés, ahol tényleg kerestek énekesnőt, és ezt hívtam fel. Tényleg? Akkor még igen, így volt, és az az érdekesség ebben... Ez zenekar volt, vagy mi? Nem, igazából csak ennyit írtak ki, hogy énekesnő. Én gondoltam, jó leszek, szeretek énekelni, és az az érdekesség ebben az egészben, hogy az a srác szeretett volna egy zenekart alapítani, aki most a Plazma Beat és Küzdelem Kell című klipnek a vágásában, tehát így közreműködött a... Tehát semmi köze nincsen már a zenéhez, mert hogy operatőr vagy videóvágó. De van, mert volt neki, és zenekara meg énekelt is, tehát sokféle vonalon mozog, és pont ő volt az, csak akkor még így mindannyian nem ismertük egymást. Na, hát most a 8. helyen kérlek ismerd meg G.I.N.O.-t, aki egyébként Andi szerint Gina Jenő, vagy Gina Jenő, már nem tudom, hogy szokta becézni. Egyébként egy nagyon jó felsre lesz, az AK-26-nak az egyik énekese. Az Oroszlán című dallal érkezik most hozzánk a 8. helyen. És aztán elmentél ehhez a taghoz, ugye ott tartottunk, hogy valaki keresett énekesnőt. Felírtad? Szia, Szandra vagyok, énekelni szeretnék. Vagy ez hogy történt? Így van. Aztán ők meg kérték, hogy jó, akkor meghallgatnánk, gyere el. Meghallgattak és mondták, hogy köszi, nem. Nem, azért ez nem egészen így volt. Ha nem? Hát igazából tapasztalatom az nem volt, tehát én úgy mentem oda, hogy teljes lelki nyugalommal. Fürdőszoba énekes voltál? Igen, tehát így sehol nem léptem fel, vagy senki nem hallott még a családomon kívül énekelni.
és ott itt nagyon zavarba voltam, úgyhogy beállítottak egy szobába egy mikrofonnal, és ők kimentek, hogy nyugodtan énekelj, amit akarsz. És mit énekeltél? Fú, mindent. Tehát az animától a Csinálj gyerekettől elkezdve... Tedd a napfényt, de a az egy másik, de, ja. De amúgy anima legalább. De anima sound system. Igen, így van. Még mindig jobb, azt kezdtem mondani énekelni, hogy jégből vagyok. Na, ezt nem énekeltem éppen. Úgyhogy aztán a végén, amire benyitottak, és azt mondták, hogy oké, ezt szeretnék, hogy jó leszek, hogy én énekeljek, ez a Király Lindának az egyik dala volt. Oh. Szerelem utolsó vérig. Nem tudom, szerintem borzalmasan énekelhettem, de nekik tetszett. Ennek örülök. David Guettának és Justin Biebernek kíváncsi vagyok, hogy tetszene a Szerelem utolsó vérig Király Linda helyett a te előadásodban, és sose fogjuk valószínűleg megtudni, nem. Bár a remény van meg utoljára, úgyhogy lehet, hogy igen. To You nálunk a 7. helyen. Azt áruld el nekem, hogyha Király Linda Szerelem utolsó vériget énekeltél, meg mellette szeretted Anima Sound Systemet is, akkor mi a te igazi zenei stílusod? Pont ezen gondolkodtam, hogy ezt majd megkérdezed, mit fogok rá válaszolni. Nem tudok konkrétumot mondani. Minden stílusból meg tudom találni azt, ami nekem igazán bejön. Tehát mindenhol tudok találni kedvenc dalt. Ez lehet akár reggae, lehet rock, lehet punk zene, tényleg minden. Akkor a pszichedelikus technózenéket csángó betétekkel szereted? Mindenképpen ez a kedvencem, igen. Sejtettem. Diszkósi, te szereted? Igen. Just Another Day szereted? Igen. Bárány Attilát szereted? Így van. Hanvai Fricsit szereted? Őt is, igen. DJ Junior szereted? Igen, őt engem szeret. Főleg. Persze, mindenképpen. Tényleg szeretsz mindenkit. Pedig ezek között volt, aki nem is volt jó. Na hát a hatodik helyen a Diszkósi és a Just Another Day. A Junior szereted igazán? Ez az igazság, 16 éves voltam, amikor elmentem diszkóba, és akkor a Junior volt nagy név. És most is nagy név. Most is nagy név, igen, csak akkor meg én nekem... Akkor még nagyobb volt. Igen, és akkor meg főleg house zenét, meg technót, meg ilyeneket hallgattam, úgyhogy... Igen? Igen. És akkor miért nem ezen a vonalon kezdtél el mozogni? Mert nem keresett ezen a vonalon senki sem énekesnő. Hát bakker, beszélni fog a Juniorral, hogy a fenének nem jött ki annak a zeneiskolának az ajtajára, hogy DJ Junior vagyok, énekesnőt keresek, Józsi vagyok, hívjál fel. Pedig járt Szombathelyen, mert voltam is, Bárány Attila is rengeteget diszkokba. Ő se rakta ki a kis apró hirdetését? Nem. Pedig Edda kézzel ott áll így Bárány Attila egy hirdetés, és Tédla Cetlit azt hívjál fel, hogy gyere énekelni. Igen. Nagyon jó. Hero nem így keresett magának szereplőket a klipjébe, aki az 5. helyen áll, és a Párizst adja nekünk elő. Teljesen másképpen, hogy hogyan, azt nem biztos, hogy ebben a műsorsában szeretnék elmesélni. Az 5. helyen Hero következik a Párizzsal. Az énekesnő fejlődésednek a következő szakasza mi volt azok után, hogy együtt daloláztál ezzel a videóvágó fiúval, ami aztán gondolom véget ért, és aztán hova fejlődtél tovább? Igazából időben pont utána volt az, hogy a Nikivel összeismerkedtünk. Niki a Plasma Beat zenekar tagja. Így van. És vele volt egy ilyen közös ilyen buli zenekarunk egy ez ideig. Ez az esküvői zenekar, amit mondtam, igazából házi buli zenekar volt. Aztán ennek ez megszűnt, viszont ott az egyik ilyen fellépésen találkoztam a következő bandámmal vagy zenekarommal, akik úgymond ott fedeztek fel, és az egy pop-rock zenekar volt. Aztán végülis ennek is vége szakadt, és lett egy regis popos zenekarom, ami elég sokáig húzta. Ez és elég sok mi igen, faj. Sok mindenben kipróbáltam magam, és mindezek mellett meg mindig volt esküvői zenekarom is például, mert igazából azokat is szeretem. Tehát szeretem az újdonságot, szeretem a saját dolgokat, de a feldolgozásokat is, meg a régi dalokat is. Úgyhogy... Kíváncsi vagyok, hogy mikor fogsz az igazi saját zenei stílusodra ráébredni, de neked még adok egy kis időt, hallgassuk meg Young G-től, Ignitől és Rikótól az Ébrede Várost. A 90-es években volt olyan zene, ami neked nagyon nagy kedvenc volt? És ha most beteszed a kocsiba, a rádióba, vagy a magnóba, vagy a bármilyen lejátszódba, akkor azonnal elkezdesz rá bulizni és táncolni? Hát a 90-es évek az pont az az időszak volt, amikor ez a diszkóba járós... Ez a fénylő rudacska? Hát így? A fénylő rudacskám nem volt, maximum szívószálom, ami ilyen fekete szívószál? Tudott. Igen, és
Hát akkoriban DJ Juniornak a Miamix volt, ami nagyon ment. Nekem megvan onnan, CD-n. Bármely, ó, az nagy királyság. Eladom szívesen. Inkább letöltöm. De azért köszi. Ennyire a digitális társadalomban élünk, hogy konkrétan nekem van egy dedikált... Nem tudnám hol meghallgatni. Dedikált az más. Az dedikált CD-m DJ Juniortól, és te nem akarod megvenni tőlem 242.000 forintért? Annyira nem. Na jó, nem ért össze a 90-es évekhez. Következik Majka, és mindenki táncol, mert ő ért a 90-es évekhez. Tényleg nem veszed meg? Annyira nem. Mennyire veszed meg a DJ Junior CD-t? 2000-ért. 2000 forintért? Igen. Hát, amúgy lehet, hogy megvan otthon nekem is. Hát ha én ezt elmondom a Juniornak, hogy ő 2000 forintot ér egy nőnek, szerintem azonnal a kardjába dől. Úristen. Nem hiszem. Na jó, mennyit adnál egy Plasma Beat CD-ért? Azért többet, de lehet, hogy én kapok ingyen is. Nem értékled a kultúrát. Ez nem igaz. Mármint, hogy a Plasma Beat is nagyon jó, de Junior is azért, gondoljunk belőle, egy ikon. Igen. Igazából, hogyha a Niki és a Gergő is aláírja, akkor bármennyit képviselni. A Plasma Beat Küzdelem kell című zenéje a második nálunk, ugyebár, de az a kérdésem, hogy ez megjelente bármilyen hordozható formában, itt most nem MP3-ra, hanem mondjuk CD-re, bakelitlemezre, magnóra, kazettára. Még nem, tehát ez annyira új, hogy még nem. Tehát ez folyamatban van az albumunk is, úgyhogy ez majd a jövő zenéje. Milyen volt velük együtt dolgozni? Nagyon szuper. Egyrészt azért, mert tényleg egy nagyon régi álmom volt, hogy Nikivel közösen énekeljek. Másrészt meg ez volt talán az első olyan élményem, ami stúdiófelvétel, meg egy klipforgatás, és hogy olyan komplex volt az egész, hogy tényleg minden pillanatát élveztem. Nagyon érdekes volt, és izgalmas is. Hát akkor nézzük, hogy minek a pillanatait élveztette annyira. A Plasma Beat következik, a Küzdelem kell itt a második helyen. Lányok, fiúk, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is. Én Jabin Peti vagyok, voltam, és remélem, hogy sokáig az is leszek. A Plasma Beat zenekarral együttműködő Alföldi Alexandrát, vagy Szandrát láttátok és hallottátok nálunk. Szandi, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Ha lesz saját megjelenésed, azt mindenképpen hozd el hozzánk. Jó, rendben. De hogyha a Plasma Beat-tel közösen csináltok valamit, akkor is gyertek, jó? Mindenképpen. A nézőknek pedig annyit szeretnék még mondani, hogy a top10kukac.zenebutik.tv e-mail címre küldjétek el a kedvenc zenéteket, azért, hogy bekerüljön ide a napi top 10-be, ami ugye minden hétköznap jelentkezik. Holnap csütörtökön már Andi vár benneteket. Arrivederci, sziasztok! Sziasztok!